John Gallinetti pásztor mindig is szeretett a nap végén jetskizni egyet. Ez a nap sem volt kivétel egészen addig, amíg el nem vesztette az uralmát a jetski fölött. A baleset után csónakázók találtak rá eszméletlen állapotban. Genesee megye 911. Találtunk egy férfit a Fenton tavon, majdnem megfulladt jetskizés közben. Most is a vízen lebeg. Vérzik a feje? Igen. Kivitték a partra és újraélesztették. Miután a mentősök megérkeztek, értesítették a központot. Lehetséges fejsérülés, alig van magánál. Most már kihoztuk. A kórházban az intenzív osztályon mindent megtettek, hogy megmentsék az életét. Felesége Wendy még mindig emlékszik a hívásra. Az intenzív osztályról hívtak, hogy jetskizés közben balesetet szenvedett. Ki kellett húzni a vízből. Lélegzik, de egyelőre nem tudnak többet mondani az állapotáról. Az orvosok mesterséges kómában tartották Johnt. A család közeli barátja, dr. Robert beszélt az orvosokkal. A prognózis lesújtó volt. Kevesebb, mint 2% esélyt adtak annak, hogy életben marad. A legnagyobb probléma a szív bénulása volt. A tüdői megteltek vízzel, és fennállt a veszélye, hogy károsodik az agya, mert olyan 6 és 12 percet volt víz alatt. Aki 4 percnél többet van víz alatt, az nagy valószínűséggel már agyhalott. Amikor Wendy meglátta a férjét, alig akart hinni a szemének. Majdnem 2-szer akkora volt a sok víz miatt, amit lenyelt. Egy csövet vezettek le a torkán. Felhányta a vizet, de utána nem indult be rendesen a légzése, ezért intubálták. Az orvosok nem tudták, hogy John életben marad-e, és azt sem, hogy milyen állapotban lesz. Wendy Istenhez fordult. Tisztában voltam a helyzettel. Elhatároztam, hogy imádkozni fogunk érte. Nem arra fogunk figyelni, hogy milyen rossz a helyzet, hanem Istenre, és az ő ígéreteire figyelünk. Ebben a problémában már csak Isten tudott segíteni. Míg a gyülekezet imádkozott, az orvosok elmondták a családnak, hogy készüljenek a legrosszabbra. Amikor ilyen lesújtó a prognózis, felhívják a családot, hogy készüljenek fel az elkerülhetetlenre. De ők továbbra is Istenben bíztak, még egy nemzetközi imaláncot is elindítottak. Másnap John felébredt a kómából. Hihetetlen volt. Másnap reggel már írni is tudott. Az első szavai azok voltak, hogy nagy hullám, a második pedig, hogy a Michigan 3.30-tól játszik. Arra gondoltam, hogy ha emlékszik arra, hogy 3.30-tól játszik a Michigan, akkor biztos rendben lesz. John igéket írt lapokra, és kérte, hogy tegyék fel őket a falra. Minden pillanatban a szemeim előtt akartam tartani Isten ígéreteit a gyógyulásról és a helyreállásról. Volt egy ige, amit a Szent Szellem belehelyezett a szívembe, Jeremiás 30:17. Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítalak a te sérülésedből, azt mondja az Úr. Nem tudtam levenni a szemeimet erről az igéről. Az orvosok továbbra is hosszú felépülést és tartós károsodást jósoltak. John azonban az ígére támaszkodott, a többiek pedig imádkoztak érte, és elkezdett javulni az állapota. Egy héttel később már haza is mehetett. Fantasztikus volt. Csak 6 napot töltött a kórházban. Majdnem megfulladt és meghalt. 6 nap múlva pedig már haza is jöhetett. Nagyon örültünk neki. Találkoztam az orvosommal aznap, amikor kiengedtek, és azt mondta nekem, nagyon ritkán találkozok hasonló esettel, mert egy csoda volt a felépülése. Leállt a szív, majd a tüdő, végül pedig az agy is. Majd minden újra életre kelt. Egy igazi csoda történt. John ma már újra a pulpitus mögött van, és tudja, hogy Isten ajándéka az, hogy visszakapta az életét. Hihetetlen, hogy Isten mi mindenre képes. A körülményektől függetlenül bármin át tud segíteni bennünket. Ehhez csak bíznunk kell benne, és az ő kezébe kell helyeznünk az életünket. A körülmények olyan tökéletesen alakítják önmagukat, hogy a végeredményről azonnal tudjuk, hogy ezt Isten tette. Itt is ez történt. Isten békéje minden értelmet felülhalad. A tomboló vihar közepén odasétált hozzám, és lecsendesítette a vihart. Olyan belső meggyőződést adott nekem, amivel bármikor megragadhatom a gyógyulással kapcsolatos ígéreteit, amiket akkor adott nekem, amikor helyreállította az életemet.